Bűnös lelkek tisztulhásra, szent misére jöjjetek. Keresztúton elkísérni, azt ki megholt értetek. E nagy bőti szent időben, bánat könnye hújjon bőven, hogy megmossa lelketek. Ezredeken harsogától a proféták szózatól, bízzatok, mert el fog jönni a fájdalmak férfika. Ő hordozza terheinket, átvállalja bűneinket, meggyógyultok általa. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a Szent Mise kezdetén, mielőtt meghallgatnánk az Isten igéjét, részesülnénk a legszentebb áldozatban, tekintsünk önmagunkba, ismerjük be Isten előtt gyengeségeinket, hibáinkat, vétkeinket, hiszen mindannyian rászorulunk az ő irgalmára, az ő szeretetére. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasszással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Márika, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettel, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez, Uram, irgalmaz. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, segíts úgy ünnepelnünk Urunk szenvedésének szent titkát, hogy elnyerjük bűneink bocsánatát. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Prófétája által megváltunk nevében így szól az Úr. Halljátok, szigetek, és figyeljetek, távoli népek!
Az Úr hívott meg, mielőtt még megszülettem. Anyám méhétől fogva a nevemen szólított, számat édes karhoz tette hasonlóvá, s kezének árnyékával oltalmazott engem. Mint a hegyes nyíl olyanná tett, és a tegezébe rejtett. S így szólt hozzám, a szolgám vagy, Izrael, benned fogok megdicsőülni. De én azt mondtam, hiába fáradtam haszontalanul, tékozoltam erőmet. Ám igaz ügyem az Úr előtt van, és jutalmam Istenemnél. És most ezt mondja az Úr, aki már anyám méhétől fogva szolgájává tett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot és Izraelt köréje gyűjtsem. Így dicsővé lettem az Úr szemében, és Istenem lett az erőm, és mondotta az Úr. Kevés az, hogy a szolgám légy, és felemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát, a nemzedékek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. Ez az Isten igéje. Ajkom hirdeti, igazságodat, Urham. Ajkom hirdeti, igazságodat, Urham. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. Igazságodban ments meg, szabadíts meg engem. Fordíts felém füled, és siess segítségemre. Ajkam hirdeti, igazságodat, Urham. Légy megmentő sziklám és erős várham, ahol oltalmat nyerjek. Mert te vagy Istenem, erőségem és menedékem. Ragadj ki a bűnösök kezéből. Ajkam hirdeti, igazságodat, Urham. Te vagy reménységem, Istenem. Ifjú korom óta, Uram, benned bízom, anyám méhétől te vagy támaszom, anyám ölétől fogva védelmezőm. Ajkam hirdeti, igazságodat, Urham. Igazságodat hirdeti hajkam, és szabadító tetteidet egész nap. Ifjúságom óta oktatsz engem, Istenem. Csodáidat mindmáig hirdetem. Ajkam hirdeti, igazságodat, Urham. Üdvözlégy, királyunk, engedelmes voltál atyádnak, megfeszíteni vittek, mint leülésre a szelíd bárányt. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség Istenem. Az utolsó vacsorán Jézus mélyen megrendült lelkében, és újból kijelentette. Bizony-bizony mondom nektek, egy közületek elárul engem. Erre a tanítványok tanácstalanul egymásra néztek, mert nem tudták, kiről mondta ezt. Tanítványok közül az egyik, akit Jézus szeretett a vacsora alatt, Jézus mellett ült. Simon Péter intett neki, kérdezd meg, kiről beszél. Ő Jézushoz fordult és megkérdezte, Uram, ki az? Jézus így felelt, az, akinek a bemártott falatot adom. Ezzel bemártotta a falatot a tálba, és Karióti Júdásnak, Simon fiának nyújtotta.
A falat után mindjárt belészállt a sátán. Jézus ennyit mondott neki, amit tenni akarsz, tedd meg mielőbb. Az asztalnál ülők közül senki sem értette, miért mondta ezt neki Jézus. Egyesek azt hitték, hogy mivel Júdásnál volt a pénz, Jézus megbízta, vedd meg, amire szükségünk lesz az ünnepen. Mások pedig azt gondolták, hogy adjon valamit a szegényeknek. Miután Júdás átvette a falatot, azonnal kiment. Éjszaka volt. Júdás távozása után Jézus ezeket mondta. Most dicsült meg az emberfia, és az Isten is megdicsült benne. Ha pedig az Isten megdicsült benne, az Isten is meg fogja őt dicsőíteni. Önmagában, sőt hamarosan megdicsőíti. Gyermekeim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Keresni fogtok engem, de amint a zsidóknak megmondottam, most nektek is megmondom. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Erre Simon Péter megkérdezte, Uram, hová mégy? Jézus így válaszolt, ahová én megyek, oda most nem jöhetsz velem, de később követni fogsz. Péter azonban erősködött. Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet is odaadom érted. Jézus ezt felelte neki, életedet adod értem? Bizony-bizony mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűnöm. Egyszer egy iskolában egy tanító néninek feltűnt az, hogy a gyermekek közül az egyik nagyon-nagyon szépen beszél. Szépen fejezi ki magát, nem spórolja le azokat a szavakat, hogy kérem, köszönöm, légy szíves, vagy legyen szíves. És egy idő után megkérdezte tőle, Pistike, hogy van az, hogy ilyen szépen beszélsz másokkal? Hogy van az, hogy mindig ilyen tisztelettudó vagy? A gyermek furcsán nézett, csak ennyit válaszolt, de hát tanítónéni, mi otthon is így beszélünk egymással. Az, hogy mit hozok otthonról, az mindenkit meghatároz. Meghatározza, ahogy a tegnap elmondtuk, az Isten képünket is. De az a 7 év, hogyha úgy szoktuk mondani, az első 7 év, ami meghatározó, az nem elég. Mert folyamatosan dolgoznunk kell. Akár önmagunkon, akár a lelki életünkkel is. Ha elfogadom azt, hogy van értelme az életemnek, akkor elfogadom azt is, hogy ennek köze van az Istenhez. Mindannyiunk életének van értelme, külön-külön. A történeteink Isten számára nagyon-nagyon fontosak, ezért is hív minket a nevünkön. Ezért is vagyunk annyira egyediek az ő számára. Sőt, az Isten bolond miattunk. Mert bolondként akarja megmutatni, hogy mennyire szeret minket. Újra Lukács evangélistát hívjuk segítségül, hogy egy picit vezessen minket a mai elmélkedésünkben, és három rövid, vagy kettő rövid, egy picit hosszabb példabeszédet szeretnék átelmélkedni és átjárni, azért, hogy észrevegyük és megfigyeljük az Istennek ezt a szándékát, hogy kiválasztott minket. A 15. fejezet Lukács evangéliumában azt úgy is hívják még, hogy az irgalmas Istennek a fejezete. És bár három történet van benne, és úgy gondoljuk, hogy ez a három történet különálló, valójában nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz, összetartoznak. Csak kettőt fogok felolvasni, harmadikat pedig, úgy is ismeri mindenki, arra már csak utalni fogok.
A vámosok és a bűnösök mind jöttek, hogy hallgassák Jézust. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. Ez bűnösökkel áll szóba, sőt, eszik is velük, mondták. Erre mondott nekik egy példabeszédet. Ha a közületek valakinek van 100 juha, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a pusztában a 99-et, hogy keresse azt az egy elveszettet, amíg meg nem találja? Ha megtalálja, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait, örüljetek ti is, mondja, mert megtaláltam elveszett bárányomat. Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnösön, mint 99 igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy megtérjen. Vagy ha egy asszonynak van 10 drakmája, és egyet elveszít, nem gyújt-e világot, nem seprie ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja, s ha megtalálja, összehívja a barátnőit, meg a szomszédasszonyokat. Örüljetek ti is, mondja, mert megtaláltam elveszett drakmámat. Mondom nektek, az Isten angyalai is épp úgy örülnek majd egy megtérő bűnösnek. És ezt a két példabeszédet követi a tékozló fiú története. Elveszni. Aki elveszett, az messze van. Egy távolságra van valakitől, vagy valamitől. Elveszhet a lelkünk, elveszhetünk mi magunk is, amikor nem találunk kiutat. Az elveszett ember az bolyong, keresi talán az életének az értelmét, keresi azt, hogy a nyavaját keresi itt ezen a földön. Miért fontos az, hogy felkeljen, dolgozzon? Aki elveszett, az távolságra van mindenkitől. A legnagyobb távolság, ami köztünk és az Isten között lehet, azt úgy hívjuk, hogy bűn. Amikor tudatosan, szándékosan valami rosszat követünk el, akkor ezt a távolságot nyújtjuk meg. De Isten mindig visszafogad minket. Egyetlen egy bűn van, amit az Isten nem tud megbocsátani, az pedig az, amiért mi nem kérünk bocsánatot. Ha nem kérünk tőle bocsánatot, azt nem tudja megbocsátani. Ha a távolság meghatározó az elveszettek életében, akkor mi is feltehetjük azt a kérdést, hogy miért vagyunk sokszor olyan kevesen a templomban? Miért van az, hogy egyesek egyszerűen nem érzik magukat jól, nem látják az értelmét azt, hogy eljöjjenek ide? Messze vannak, távolra kerültek. Talán nekünk is volt az életünkben olyan időszakunk, periódusunk, amikor elhanyagoltuk egy kicsit az Istent, és messzire mentünk tőle. Erről szól ez a két történet, az elveszett bárány és az az elveszett pénzdarab. Tanulság mindannyiunknak. Az elveszett bárány, aki elcsatangol, messzire megy. És ez a pásztor van annyira bolond, hogy ott hagyja a 99-et. És elmegy megkeresni azt az egy elveszettet. Mondhatnánk emberi logika szerint, hogy de egyért megéri ott hagyni a 99-et? És ha azok veszélybe kerülnek, valami probléma van velük? Az Isten nem így gondolkodik. Az Istennek egy ember annyira fontos tud lenni, hogy képes otthagyni azt a 99-et. Régen, amikor a pásztorok elmentek megkeresni egy elveszett bárányt, akkor eltörték a lábukat, hogy többet ne csatangoljon el. Majd visszavitték a többihez. Ez a pásztor nem csak, hogy nem töri el a lábát, hanem a vállára veszi ezt az elveszett bárányt, annyira örül annak, hogy megtalálta. És nem visszaviszi a nyájhoz, hanem hazaviszi. És örül. Ünnepséget rendez, csak azért, hogy kifejezze és megmutassa, annyira örül annak, hogy rátalált erre az elveszett emberre, és most már nem elveszett. Viszont van egy másik távolság is. Talán rosszabb, mint a fizikai távolság. És ez a távolság, ez ott van a lelkünkben.
el lehet veszni úgy, hogy messzire kerülünk, akár a templomtól, az egyháztól, vagy Istentől. De a legrosszabb és a legfájdalmasabb, amikor bent a házban veszlünk el. És erről szól a második példabeszéd. Ez az elveszett pénzdarab, ami leesik. Bent a házban. Már nem kint vagyunk. Ahogy elveszhet valaki, úgyhogy messzire megy, ugyanúgy elveszhet itt bent is. Akár a templomban, vagy otthon a családi házban. Hány és hány ember érzi magányosnak magát, holott körbeveszik sokan. Amikor nincs kivel beszélni, amikor bármit mondanak, leintik. Lehetnek körülöttünk emberek, mégis tudunk magányosak lenni. Ez az elveszett pénzdarab, ez azt mutatja meg, hogy el tudunk veszni itt bent a házban is. De hogyan vesztődünk el? Úgyhogy nem érezzük azt, hogy az Isten szeret minket. Nem érezzük azt, hogy van értelme törvények betartásának, hanem, vagy a szabályoknak, hanem csak egyszerűen éljük a magunk is vallásos életét. És azt hisszük, hogy ha elmondjuk az imáinkat, megjelenünk néha, befizetjük az adóinkat, és így tovább, az elég. De aki így gondolkodik, még nagyon messze jár. A lelkében biztosan. Ezt a két történetet, az elveszett bárányt és az elveszett pénzdarabnak a történetét foglalja össze, és bontja ki a tékozló fiú története. Miről is szól ez a történet? Egy embernek van két fia. Mondhatni egy gazdának. Ez a két gyermek teljesen különböző. És már kisebbik gondol egyet. És azt mondja, hogy neki kell az öröksége. Mikor számíthat valaki az örökségére? Akkor, hogyha a szülei meghalnak. Azzal a mondattal, hogy oda megy az apja elé, és azt mondja, hogy add ki nekem az örökségemet, ezáltal azt mondja, hogy te meghaltál az én számomra. Az élet az enyém. Add ide, ami az enyém, és én elmegyek innen. Mert te gátolsz abban, hogy én jól érezzem magam, vagy szabad legyek. Hányszor viselkedünk mi is így az Istennel? Magunknak gondolunk mindent, amit ajándékba kaptunk, és azt mondjuk, hogy meghaltál számomra. Nagyon veszélyes, egy záróját szeretnék nyitni. Az, amikor mondjuk úgy haragszunk valakire, nem vagyunk vele jóban, és eldöntjük, hogy nem beszélünk vele. Magyarul azt mondjuk, hogy te meghaltál az én számomra. Mert a halottak azok, akik nem válaszolnak. Nagyon vigyázzunk az ilyen jellegű fenyítésre, vagy bármire, amikor nem beszélünk másokkal. Mert ha nem jól használjuk, nagyon veszélyes lehet. Ez a fiatal gyermek, aki elhagyja a családi házat, mondhatni, egy teljes életet akar élni, szabadon. Azt hiszi, hogy a szabadság az, hogy megtesz bármit, amit akar, neki ne parancsoljon senki. Sokszor érzik így magukat a gyerekek is, hogy egyszer kerüljek már ki a családi házból, és utána azt teszek, amit akarok. És akkor nem mondják meg, hogy tanuljak, nem mondják meg, hogy mit csináljak. Sokszor gondoljuk ezt, hogy ez mennyire jó lehet. Aztán, amikor az ember felnő, rájön arra, hogy ez korán sem így van. Ez a gyermek nem csak, hogy eltékozolja a vagyonát, hanem annyira éhes már, hogy a disznókat kezdi el irigyelni. Hogy még nekik is van egy kis moslékuk, amit ehetnek, neki meg semmi. Éhezik. És az éhsége arra sarkalja, hogy magába szálljon, olyan szépen fogalmaz Lukács evangélista, amikor azt mondja, magába szállt. Ami azt jelenti, hogy nagyon távol volt még saját magától is. Magába szállt, és azt mondja, hogy felkerekedek és hazamegyek. És bocsánatot kérek. És megfogalmaz magában egy ilyen kis bűnvallomást. Atyám, vétettem az ég ellen és te ellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevez, csak béreseid közé fogadj be engem.
Milyen érdekes, hogyha az apa ennyire szerette mind a két fiát, miért nem ment utána? Miért nem kereste meg? Azért, mert ha megparancsolnak nekünk valamit, megszabják a határokat, akkor mi olyanok vagyunk emberek, hogy mindig keressük, hogy meddig tudjuk azt kitolni, és meddig tudjuk feszíteni a határainkat. És azt hiszük, hogy ezek a határok nekünk rosszak. Viszont akkor, amikor megsebesülünk, amikor szerzünk néhány rossz tapasztalatot, rájövünk arra, hogy jobb ezeknél a határoknál egy kicsit beljebb is jönni. Nem kell én feszegessem a határaimat. Csak az tud engem megtéríteni, amit a saját bőrömön megtapasztaltam. Addig, amíg valaki mondja nekem, hogy ezt vagy azt tedd, vagy így csináld és úgy csináld, talán figyelek rá. Talán elfogadom. De amíg nem tapasztaltam meg a saját bőrömön, addig nem fogok megváltozni. Addig nincs lehetőség arra, hogy megtérjek. Ezért engedi el az apa. Nem azért, mert haragszik rá, hanem tudja, hogy meg kell tapasztaljon valamit a saját bőrén. És ez veszélyes. De ő félti, aggódik érte. És akkor, amikor hazafelé indul, olyan szépen fogalmaz a Szentíró, már távolról az apa észreveszi, messziről. Vagyis minden nap várta haza. Minden nap kémlelte és kinézett, hogy mikor tér már haza, mikor tér meg, annyira várta. Hazaér, és elkezdi a kis bűnvallomását. Atyám, vétettem az ég ellen és te ellened, már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. És itt az apa megállítja. Nem engedi meg neki, hogy kimondja azt a mondatot, hogy csak béreseid közé fogadj vissza engem. Ezt az apa már nem engedi meg. Újra méltóságot ad neki. Azzal, hogy sarut vagy szandált húz a lábára, az azt jelenti, hogy úgy tekint rá, mint a fia. A gyűrű az azt jelenti, hogy nevet kap. A köntös, amit ráad, az emberi méltóságnak a jele, ki tudja, lehet még ruha sem volt igazán rajta már. Visszafogadja az ő szeretetébe, és nem érdekli semmi, elég volt annyi, hogy bocsánatot kértek tőle. De itt van a másik gyermek. Itt van az idősebbik, aki nem tesz egyebet, mint dolgozik. Reggeltől estig verejtékezve dolgozik. És akkor, amikor hallja, hogy a testvére hazajött, be sem megy, csak a szolgáktól kérdezi meg, hogy mi van. Úgy felháborodik az apjának a döntésén. Hogy képzeli ez az apa, hogy megünnepli azt a fiút, aki elszökött tőle? És aztán kijön az apa hozzá, szemrehányást tesz a fiú az apjának. Hogy ő mióta dolgozik már, hány éven keresztül, és amúgy meg nem kapott tőle semmit, hogy a barátaival összeülhessen és vacsorázhasson egyet. És az apának akkor esik le, hogy ez az idősebb gyerek nem tekinti magát gyereknek. Ő szolga volt abban a házban. Szolgának tekintette saját magát. És ezért válaszol az apa így, hogy fiam, egy fiának nevezi, kettő, mindenem a tiéd. Hát ezt nem kellett volna kérned, akármikor, bármit használhattál volna. Ez az idősebbik fiú szolgának érzi magát, nem gyermeknek. És ott a házban vesződik el. Az ő távolsága sokkal rosszabb volt, mint a testvérének az elmenetele és a fizikai távolsága. Mert ő nem érezte magát gyermeknek, nem érezte magát szeretett gyermeknek. Ha betér valaki a templomba, vagy betérne valaki, akiről esetleg tudjuk, hogy már éveken keresztül, vagy évek óta nincs itt, talán még rossz dolgokat is tett, lehet, hogy mindannyian egy kicsit ferde szemmel néznénk. Lehet, hogy már az előítélet bennünk lenne, és nem tekintenénk úgy rá, hogy örülünk, hogy itt van. Ez az emberi logika. Az ember gondolkodik így, de az Isten nem. Az Isten meg van bolondulva sokszor mindannyiunkért azért, hogy
ezt az ürességet, ezt a távolságot ő a szeretetével szeretné betölteni. És az az érdekes, hogy a tékozló fiú története nincs befejezve. Mert nekünk kell eldönteni, hogy bemegyünk erre az ünnepségre, vagy nem. A mi döntésünk aztán. Nekünk kell eldönteni, hogy tudunk együtt ünnepelni az Istennel, merünk-e ünnepelni vele, vagy durcáskodunk tovább, hisztizünk, megmakacsoljuk magunkat. Az első századokban, amikor magyarázzák a Szentírást, akkor valaki mégis befejezte ezt a történetet, méghozzá úgy, hogy az édesanyja az, aki kijött, és ő győzte meg végül a nagyobbik testvért, hogy jöjjön be és ünnepeljen. Mert az Isten az édesanyák szívét azt nagyon-nagyon erősre teremtette. Senkinek nincs olyan erős szíve, mint egy édesanyának. És ő képes arra, hogy meggyőzze. De én hiszem azt, hogy a történet befejezése akkor is rajtunk múlik. Elveszhetünk itt bent is. Mert az Isten azt akarja, hogy itt legyünk, de itt is történhet velünk valami, ami eltávolít tőle. Eltávolít egymástól. Milyen távol vagyok az emberektől, vagy az Istentől? Milyen nagy a szívemben a távolság? Engedem-e, hogy az Isten betöltse ezt? Engedem-e, hogy az, ami elszakít tőle, vagy ami távolra visz tőle, az megszűnjön? És nem tud másként megszűnni, mint azzal, hogy elfogadom, hogy Isten szeretett gyermeke vagyok, és nem a rabszolgája. Isten nem parancsolni akar nekem, hogy már pedig vasárnap gyere templomba, már pedig imádkozzál, már pedig tedd ezt így és úgy, hanem azt akarja, hogy magamtól jöjjek rá, hogy ez fontos. Ne tehernek és kötelességnek érezzem, hanem egy élő kapcsolatnak. Ha átérzem, és meg egy kicsit elgondolkozok ezen, talán oda tudok állni az Isten elé. Bármit is tettem, és ő soha nem fog szolgaként kezelni engem. Mindig visszafogad az ő szeretetébe, mindig. Engedjem, hogy szeressen engem az Isten. Engedjem, hogy megkeressen, és utánam jöjjön. Vagy akkor, amikor messzire megyek, hagyjam, hogy már távolról vegyen észre engem. Ő mindig vissza akar fogadni az ő szeretetébe. Csak az a kérdés, hogy én engedem-e ezt neki, vagy sem. Testvéreim, kérjük mennyei atyánkat, hogy a nagybőti szent időben készségesen hallgassuk az ő szavát, és azt meg is tudjuk az életünkkel valósítani. Az evangélium világossága űzze ki az emberek szívéből a bűn sötétségét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Megváltunk jósága és ember szeretete az egyházon keresztül áradjon ki az egész világra. Kérünk téged, hallgass meg minket. Krisztus békéje szüntesse meg a népek közötti gyűlölködést és viszálykodást, hogy a nemzetek békében munkálkodhassanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. A nagybőti szentbeszédek szítsák fel a szívekben bűnbánat, és a megtérés kegyelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket. A
kegyelem ereje segítsen minket, hogy a kísértéseknek mindenkor ellenálljunk, és a jóban álhatatosan megmaradjunk. Mindenható örökisten, irgalom atya, fordulj felénk jóságosan, amikor bűnbánattal és bizalommal közeledünk hozzád, és újítsd meg kegyelmedet népedben. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Krisztus vérén tört meg a bűn, és megtört a kárhozat. Krisztus vére az oltáron, újra most az égbe hat. Ő az új szövetség apja, önmagát itt bemutatja, a egyetlen áldozat. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyházja. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd szívesen családod adományait, és akiket kegyelmi ajándékodban részesítesz, vezesd el őket a teljes boldogságra, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges atyánk, mindenható örök Isten Krisztus Urunk által. Már közelednek üdvözítőnk szenvedésének és dicsőséges feltámadásának napjai, mert ekkor győzi le az ősi ellenség gőgét, és újra átéljük megváltásunk szent titkát. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, s velük együtt, szüntelen újongással zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség orra, Istenhez. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsánna a magasságban, hozsánna a magasságban. Áldott, aki ő az Úr nevében. Hozsánna a magasságban, hozsánna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt.
Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg eljössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Gergely érsekünkkel, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távúztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, Szent Ágoston püspökkel, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd, mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét. Kiélsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Jézus Krisztus testvérek és vagyok. Isten bárhányhoz, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten hárhányba, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten veszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak ez.
Jézus világ megváltó olyhoz, üdvözlégy életad olyhoz, megfeszített Isten hívhoz, szent keresztet szíven hívhoz, Jézusot, hogy hozzád téged, veled hajok, veled által szegve kezed lábad, átvertested roskad vágyad, mezítelen téped mellett, ó, siratlak, ó, ölelhet. Jézusot, hogy hozzád térjem, veled hajok, veled világoknak szép virágok, onnét orcát sárgaságok, egyes tövis koronázok, édes orcát hírrel házok. Jézusot, hogy hozzád tégem, vered hajok, vered földet hornot hozva, vérzel, vérzel, a kereszten, hogy piros rég tested róla, mint a most nyílt piros rózsa. Jézusot, hogy hozzád térjem, veled hajok, veled hívem. Szent karjait szíjjel tárhoz, mert az embereket várhoz, kiken vérrel könyörültél, betegekért betegültél. Jézusot, hogy hozzád tégem, veled hajok, veled hívem. Jézusom, ha jön a végnap, ismerj engem magad hívnap, homlokomon piros vérem, tihed vagyok, úgy ítélem. Jézusot, hogy hozzád térjem, veled hajok, s veled hívem. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Istentől származik. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Istentől származik. Mivel hozzám ragaszkodik, megmentem őt, fölemelem őt, mert ismeri az én nevemet. Hozzám kiállt, és én meghallgatom őt, a szorongatásban vele vagyok. Megmentem, és megdicsőhítem őt. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Isten származik. Betöltöm őt hosszú napokkal,
és üdvösségemet megmutatom néki. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Istentől lehullott a Jézus vére, a Szent Kereszt a tövére, a drága látós szent estéről, öt mélységes sebeiből. De a földön nem marhat volt, mint piros rózsa kinyíló. Szent angyalok felszedték, alázatosan tisztelték. Mondá Jézus az angyalnak, vidd fel mennybe szent atyámnak, mondd meg keresztfámról küldtem, fogadjak kedvesen tőle. Ez a világ drága hárva, sebeim kinyílt rózsájkon, mit nagy fájdalommal szültem, véres könnyekkel szomorú fejemnek. Ó, jaj nékem, szegény bűnös Péternek, mert személyét mesteremnek megtagadtam kedvéért egy embernek. Minden tudó Jézus Krisztus mesterünk, ki szívemnek csalhátságát jól tudtam. Péter magad mire adhat, Isten fiát háromszor megtagadhat. A kakas szó soktatja szívemet, vádol lelkem, nem találom helyemet. Ítéletre szólít engem, jaj, egekre sem merem vetni szemem. Az ártatlan Jézus nem felejthetem, tekintetét szívből ki nem vethetem, semmiképpen nem tehetem.
hogy az a szem ne vádoljon szüntelen. Amíg élek, ezért sírok hevesen. Kérem Istent, magától el ne vessen, sőt, hogy újra felemeljen, és így bűntől minden embert megmentsen. Könyörögjünk! Üdvösségszerző ajándékoddal tápláltál minket, Urunk Istenünk! Kérjük irgalmadat, tegyen bennünket az örök élet részesévé ez a szentség, amellyel rendelésed szerint a föld életben táplálkozunk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Szent mise véget ért, menjünk és éljünk békében. Istennek legyen Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jóvásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadná a szentlélektől szent. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyos Szűz Mária, Istenhez szent Mária, imádkozzál érett bűnösökért, most és halálunk urája. Ime az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk urája. És az ige testé lett, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk után. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, méltó lehessünk Krisztus életeire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az őként szenvedését és ezt által a feltámadás dicsőségébe vetessünk. Krisztus, ami imádkozunk beteg és szenvedő embertársainkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg. Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket. Köszönöm,
Igazgó volt Isten csillagvárha, függönyt hontak mennyek ablakára. Meghalt, meghalt az ártatlan márvány, vértől házott Szent Kereszt szoltárra. Temetésre lejön a mennyország, könyvtől háznak az angyali zokok a fia veszett gyermek, égi hír a szűz anya keserve. Élet urva meghaltál üdvünkünkben, a sátánnak országa most meg nekünk a mennyei